Szevasztok, Peti vagyok, és az Ava Group Media csatornát nézitek. Itt vagyunk fönt a Görlicen csúcson, Villach felett, és ma egy nagyon érdekes témáról fogok beszélni, mégpedig arról, hogy hogy lopják el személyes adataitokat az interneten nagy cégek, mint a Google és a Facebook, és mire használják azokat olyan cégek, akiknek igazából semmi helyük nincs az élők között, de mégis csalnak, lopnak, hazudnak nap mint nap. Mint tudjátok, jó barátom a Dajka László, ST22 Lacika, több mint kamionos. Gyakorlatilag napi szinten beszéljük meg az élet dolgait, és segítjük egymást. A minap küldött nekem egy e-mailt, pontosabban egy WhatsApp üzenetet, benne egy e-maillel, amit egy olyan cégtől kapott, aki üzleti kapcsolatot szeretett volna vele létesíteni. Az üzleti ajánlat pedig úgy nézett ki, hogy ha ő regisztrál arra a honlapra, és tagja lesz ennek a cégnek, akkor amikor bármelyikötök megnézi az ő honlapját, akkor ő azonnal kap egy telefonhívást. Ha fölveszi a telefont, akkor a ti zsebetekbe elkezd csörögni a telefon, és tudtok vele beszélni, pontosabban ő tud veletek beszélni. Ez ugye miről szól, hogyha én teszem azt, csokoládét árulok, és megnézitek a honlapomat, akkor pár percen belül kaptok egy hívást, úgy, hogy még nézitek a honlapot, lehet ez másodperc is, nem tudom, nem próbáltuk ki, és rá tudlak tukmálni arra, hogy amit látsz a honlapon, azt vedd is meg. Ezzel alapvetően még nem is lenne semmi baj, de belegondolt bármelyikötök, hogy honnan van ennek a cégnek meg a ti nevetek, korotok, címetek, telefonszámotok? Bizony, bizony, ez kemény adathalászat, és természetesen nagyon jól tudjuk, hogy jelenleg a világon 3 olyan cég van, aki a legtöbb emberről tudja ezeket az információkat. A Google, az Apple és a Facebook. Beszélhetünk akármilyen adatvédelmi törvényről, ami idéntől életbe lépett, pontosabban lejárt a türelmi időszaka. Beszélhetünk akármilyen személyis jogokról. Igenis, ezek a cégek eladják, pontosabban ezek a visszaélő cégek valahogy hozzájutnak a ti személyes adataitokhoz, a telefonszámotokhoz, korotokhoz, címetekhez. Na most kérdem én, hogyha tudja a telefonszámodat, korodat, címedet, nevedet, akkor honnan tudod, hogy ő neki nincs meg a bankkártyaszáma számod? Honnan tudod, hogy nincs meg különböző jelszavad? Ezért rendkívül fontos az, hogy a telefonotokon például mihez adtok hozzá jó hozzáférést ezeknek a, maradjunk abba, hogy mamut vállalatoknak. Persze, lehet ezt úgy is csinálni, hogy az ember elbújik egy kő alá, kiköltözik egy lakatlan szigetre, eldobja a telefonját, és kész. Úgy gondolom, hogy a mai világban ez nem egy járható módszer, és úgy gondolom, hogy odafigyeléssel igenis meg lehet előzni ezeket a dolgokat. Ha másról nem beszélünk, beszéljünk még arról, hogy hol vagytok éppen jelenleg. Minden mobiltelefon lementi azt, hogy éppen hol vagy. Persze kér engedélyt arra, hogy
felhasználhassa ezeket az információkat. Például én is látom, hogyha, mert mi engedélyeztük egymásnak, hogy a Laci éppen ebben a pillanatban hol van Európában, ő is látja, hogy én hol vagyok Európában. Ez működik a feleségemmel is, de nem szabad, hogy ezt mindenkinek megengedjétek. Hogy kére a technológia engedélyt erre, hogy egyáltalán le tudjátok tiltani? A kérdés jó, és erre hadd hozzak föl egy példát. Biztos mindannyian hallottatok már az automárkáról Tesla. Azt tudjátok-e, hogy minden egyes Tesla, minden egyes kilométerről, amit megtett, információt küld egy központi szervernek, ami alapján gyakorlatilag egy mesterséges intelligenciát programoznak. Magyarul, ha jól tudom, most már 5 millió megtett kilométernél tartanak. Tehát ennek az 5 millió megtett kilométer alapján ez a szuperszámítógép intelligens döntéshozatali algoritmusokat hoz létre. Magyarul föltérképezik a világot, és tudják, hogy hol van útépítés, tudják, hogy hogy néz ki az útépítés, és ezután az egyes Teslák ezeknek az információknak alapján idővel egyre jobban tudják kezelni a nem előre látható veszélyeket. Na most, akkor ezt most pörgessük vissza egy kicsit. Veszel egy Teslát. Tudják, hogy hol laksz, tudják, hogy mi a neved. És te úton vagy. Tudják, hogy nem vagy otthon. Csak egyszer kell ezeknek az információknak. Név, telefonszám, földrajzi helyzeted, címed. Olyan kézbe jutni, aki bármikor visszaélhet vele, és mondjuk kirabolhatja a rakásodat. Mert miért ne? A másik nagyon vicces dolog, hogy én például éppen előző éjszaka aludtam egy olyan hotelben, ahol a hotel telefon, tehát a szobában lévő telefon valójában egy okos telefon volt, és ez egy függőleges helyzetben állt egy ilyen foglalatban, be volt kapcsolva, és azt kínálták, hogy ingyen hívhatsz bárkit Európán belül, amíg ennek a hotelnak a vendége vagy. Igen ám, de ezen a telefonon van egy kamera elől is, meg hátul is. Tehát te elmész a barátnőddel, tök jó, ott vagy a hotelben, kufircoltok egy nagyot, és lehet, hogy nem, de lehet, hogy ezt tök jó fölveszik videóra. Vagy kedves szenátor elmegy kurvázni, bocsánat, és föl van véve videóra, hogy kivel hancúrozik, aki nem feltétlenül a felesége. Nyilván én úgy kezdtem, hogy kikapcsoltam a telefont, és vízszintesre fektettem, tehát hogy a kamerák csak a mennyezetet tudják látni. Hogyha mégis be lenne kapcsolva, annak kellene, hogy ki van kapcsolva. És ez él egész Európába. Tehát nem is tudom, melyik film volt az, ami arról szólt, hogy valami szemnek hívták, hogy embereket találnak meg a világon bárhol, azzal, az alapján, hogy a különböző biztonsági kameráknak a képeit, illetve forgalomirányító kameráknak a képeit fölveszik. Halálos iramban 8, 7, valami ilyesmi. Most ezzel a Jason Statham-mel meg a többiekkel. Azt hiszitek, hogy ez csak film? Rohadtul nem. És van még egy példám arra, hogy hogy van a ti pozíciótok megfigyelve. Biztos mindenki ismeri Magyarországon a Buda Őrsön a török ugratót. Nyáron szokásuk fiataloknak, hogy fölmennek a törökugratóra és zenét hallgatnak. Na most, azt tudni kell, hogy mikor a környéken lakók fölhívják a rendőrséget, hogy már megint hangosak a fiatalok a törökugratón, a rendőrség nem megy ki,
hanem kinéznek egy telefont, ami éppen fönn van a törökugraton, fölhívják és megmondják, hogy vagy azonnal leállítjátok a zenét, vagy 10 perc múlva kint vagyunk, de akkor mindenki nagyon nagy bajba van, és ez általában működni is szokott. A másik példa az, hogy 2-3 éve Németországban minden tévében és rádióban benne volt, hogy egy idióta lövöldözött az autópályán ilyen teherautó sofőrökre. Na most, mint utólag kiderült, ez szintén egy teherautó sofőr csinálta, és egy Flaubert puskával lövöldözött a szembe jövőkre. Hogy találták meg? Nagyon egyszerűen 3 vagy 4 bejelentés volt. A rendőrség megnézte, hogy melyik az a telefon, ami mind a 3 vagy 4 alkalommal ott volt a helyszínen, és 2 nap alatt elkapták a csávót, mert csak egyetlen egy telefon létezett, ami mind a 4 alkalommal ott volt a közelben az autópályán. Tehát, hogy meg vagyunk-e figyelve? Nem vagyunk megfigyelve, de akinek tudnia kell, az tudja, hogy hol vagyunk. És a baj az, hogyha illetéktelenek hozzáférnek ehhez az adatbázishoz, ezekhez az információkhoz, akkor bizony erősen vissza tudnak vele élni. Úgyhogy, és akkor megint mit csinálsz? Zsákot húzol a fejedre, és úgy járkálsz a világba. Itt Németországban, ahol élek, vannak ilyen liberális emberek, vagy zöldek, akik hágálnak mindenféle kamerafelvételtől, hogy őket ne figyeljék meg. Akármit csinálhatsz, úgyis megfigyelnek. Amúgy meg félni annak van oka, aki valami rosszat tesz. Ennek a videónak a lényege az, hogy saját adataidat hogy tudod megóvni. Az, hogy megfigyeljenek, arról nem nagyon fogsz tudni tenni, vagy az ellen. De mégis próbáljátok meg észszerűen beállítani a számítógépeiteket, észszerűen beállítani a telefonjaitokat. Majd, hogyha kommentben írjátok meg, hogy legyen egy olyan epizód, amikor arról beszélünk, hogy mik ezek a beállítások, amikre oda kell figyelni, azért, hogy esetleg ne tudjanak titeket megfigyelni nap mint nap, vagy minél kevesebb információt tudjanak gyűjteni rólatok. De még egyszer nyomatékosan ki kell, hogy fejezzem, hogy ugyanezeket a funkciókat elvileg ki lehet kapcsolni, de a számítógép és a telefon lelkébe nem látsz bele, és nem tudod, hogy valójában mit rögzítenek és mit nem, annak ellenére, hogy adtál vagy nem adtál neki engedélyt. A lényeg, hogy köszönöm, hogy velem voltatok ma, iratkozzatok fel a csatornára, osszátok meg ezt a videót barátaitokkal is, és hogyha valami nem tetszett, írjátok meg kommentben, találkozunk legközelebb is. Szevasztok!
Teszt, 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 egy, kettő, teszt.